Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: az eladók fedezékbe vonultak az ingatlan piacon. Én nyitom az ingatlanosámok könyveket, enyém az ingatlanosámok klub, ami még csütörtök éjfélig nyitva van, úgyhogy kattints, legyél klubtag, találkozzunk, és tanuljunk egymástól egyébként, ez a másik fő cél. Illetve legyél egy boldog ingatlan befektető, úgyhogy kattints. Ezt azért gondolom, mert nagyon sok ingatlan megbízást per pillanat visszavonnak. Jó? Tehát, hogy azt látni kell, hogy nagyon látványosan engedik le az árat, tehát aki tényleg le akarja engedni az ingatlan, tehát tényleg el akar adni, az most lejjebb viszi az ingatlan árát, és nem egyszer 20%-kal viszi lejjebb. Írd és mondd, erre már vannak tapasztalatok. Tehát az ingatlanosámok klubtagjaim többször ugye saját városokból ők statisztikát csinálnak, tehát kigyűjtik, hogy hány ingatlan van, milyen áron van, az a szegmens, ami érdekli őket, és ott azért látják ezt a elég drasztikusnak mondható árcsökkenést. Kicsit nehéz is néha vásárolniuk, mert ugye eleve most adta le az ingatlan tulajdonos a 20%-kal az árat, és akkor oda megyek, és még alkotni akarok ebből. De egyébként, ha valaki piacra dobja az ingatlanát, igenis számítani kell arra, hogy most alkotni akarnak. Függetlenül attól, hogy én meg lejjebb is vittem az árat, ebből még alkotni akarnak. Hát ez egy ilyen sport. Jó, úgyhogy ilyenkor van az, hogy nagyon sokszor nem teljesül ezeknek az ingatlan eladóknak a irreális álma most per pillanat ezen a piacon, ezért visszavonják a megbízást. Tehát úgy mondják, hogy ilyenkor fedezékbe vonul, tartja még, hogy majd esetleg jobb lesz, kivár. Én személy szerint nem szoktam javasolni azt, hogy várjál, inkább az, hogy aktívan nézd a piacot, csinálj egy jó árérték arányt, és akkor úgy add el, vagy úgy vegyél. Tehát nem arra kell várni, hogy hú, itt most minden olcsóbb lesz, vagy megvárom, míg olcsó lesz, mert az eléggé tág fogalom, hogy mi az, hogy olcsó lesz, mire vársz. Tehát, hogy lehet venni, de azt igenis észre kell venni, hogy a 2023-ban teljesen más stratégiával kell az ingatlan piachoz nyúlni, mint 2022-be, ahol nem kellett a világon semmi, csak pénz. Tehát nem kellett sem ész, sem tudás, csak pénz kellett hozzá, és tulajdonképpen ennyi dolgod volt, vettél ingatlant, ugye a dagány minden hajót megemelt, tehát eleve emelkedett a te ingatlanodára is, és drágában el tudtad adni, akkor is, hogyha hozzá se nyúltál, és akkor mindenki: én vagyok az ingatlan befektető, ez tök szuper volt eddig, viszont a 2023-as év az nem ilyen lesz. Tehát itt igenis észre kell majd venni, és ugye ezt az átlagember lassabban fog eljutni a kis tudatáig, hogy igen, nem tudom most már azon az irreális áron értékesíteni. Van egy panellakásom, és ott is a szembelévő is értékesítenek az ingatlanát, föltette 38 millió forintra, ez egy földszintű lakás egyébként. Ezen felelkesedett a harmadik emeleti tulajdonos, és ő is feltette 37-38-ra az ő ingatlan. Tehát a harmadikon, ez lift nélküli, az 4 emeletes. Érted a különbséget? Tehát, hogy sokan teljesen irreálisan látják ezt a piacot. Észbizony, amikor még se telefon, semmi nem, meg sem csörren, hogy lehet, hogy egy 3-5-6 hónap múlva jut, tehát tényleg a tudatáig, ha el akar adni, és nem vonja vissza a megbízást, hogy ebből bizony engedni kell, és egyébként nem kicsit kell engedni. És a vége az lehet, hogy május körül azt mondja, hogy akkor 30 körül, vagy 30 alá is lemegyek, hogy el tudjak adni. Mert egy földszinti lakás teljesen más, mint egy harmadik emeleti. Jó? Tehát az már, ott kizárom az öregeket, a kisgyerekes családokat, ugye babakocsival meg a gyerekkel az oldalán azért nehezebb fölmenni egy szülőnek, tehát hogy kicsit más a történet, de viszont ezt az átlagember nem látja. De hát nyilván az ingatlanosámok klub pontosan azért van, hogy ezeket te meglásd, hogy ki a célpiacod, kinek tudod igazán jó pénzért eladni azt az ingatlant, akkor is, ha a harmadikon van, meg azt is, hogy mennyiért tudod azt az ingatlant eladni. Mert ha most ebben a helyzetben el akarsz adni, akkor bizony az árat elég jól be kell lőni, hogy ne az legyen, hogy hónapok óta hirdetés, mész egyre lejjebb, miközben a piac is megy egyre lejjebb, és együtt mentek le, te meg itt sosem fogsz eladni. Jó? Tehát, hogy ezekre azért oda kell figyelni, de hát az ingatlanosámok klub pontosan erről szól, úgyhogy csütörtök éjfélig tudsz jelentkezni, kattints, és tegesen legyél egy nagyon jó tudással megtömött, kitömött és boldog ingatlan befektető. Szia!